Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöjjön egy újabb karanténvlog, villanjunk meg egyből gyorsan egy pecsenyefejű DK-ssal. Magyarország soha nem lesz egyenlő a rongyrázó fideszes elittel. Érkezik a hazaárulásból ismét jelesre vizsgázó Cseh Katalin. És ezek a szerződések a legnagyobb titokban ügyeskedve, a hátsó szobákban mutyizva születtek. Ismét virágzik a bűzvirág a Jobbiknál. Ezt a stílust, amit képviselnek, azt bizony helyre kell tenni. Végül itt lesz az elmekortani eset, Márki-Zay Péter. Néhány nap alatt, néhány hét alatt föl tudnak építeni egy komplett hazugságot. Tartsatok ma is velünk! Kezdjük a mai adást Kordás elvtársal, akit lehet, hogy sokan nem ismertek, de egy régi, jó kommunista szakszervezet is, aki most beállt a DK mögé. Hát innentől kezdve egyszerű lesz a történet. A munka elvesztette a becsületét. Hiába dolgozunk, hiába kelünk korán és esünk haza este, hiába tesszük oda magunkat minden egyes nap. Az igazat akarom hallani. Mindez csak arra elég, hogy túléljünk. Hogy befizessük a számlákat, hogy bevásároljunk, majd ismét beszálljunk a mókuskerékbe, újra és újra és újra. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Jaja, persze, hát túlélés, meg számla befizetés, ugye? Hát pont neked higgyünk, te gyurcsányista, pecsenyefejű bunkó. Hát ott van a haverod, a Gyurcsány, hát mit akarsz te tőlünk? Komolyan mondom, arról beszélsz, hogy hogyan kell túlélni egy hónapot, miközben luxus kocsival járkátok, és úgy nézel ki, mint aki 10 órát alszik minden nap. Hát hagyjuk már ezt, fater! Ma Magyarországon milliók dolgoznak és élnek így évek óta. Az előrelépés leghalványabb reménye nélkül. Nem szabad feladnunk. Nem szabad beletörődnünk abba, hogy a kormány, a multik és a nagyvállalatok bábjaként szolgáltat ki minket ennek a végtelen mókuskeréknek. Nem szabad elfogadnunk, hogy nekünk egy valamihez van jogunk. Látástól vakulásig dolgozni, miközben nincs túlórapénz, nincs valódi sztrájkjog és nincs megbecsülés. Nem az oligarchák, a milliárdosok vagy a kizsákmányoló nagyvállalkozók építették fel ezt az országot, hanem mi. Azok az emberek, akik végig dolgozták és dolgozzák most is az életüket. Hogy mit csinálsz te? Hát muszáj megint megszakítani. Hát látszik a kipihent arcodon, ahogy mondtuk már az előbb, hogy te mennyit melózol, hát hagyjuk már ezeket a fölösleges köröket. De annyit böfögsz még, hogy egyszerűen még vissza kell kapcsolni, de ígérem, többet nem fogok beleszólni. Mi építjük az utakat, mi sütjük a kenyeret, mi állunk sorba a gyártósorok mellett, és mi végezzük el azt a munkát, amire az ország milliárdos urai soha nem lennének képesek. Ezért lettem a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, hogy már ne csak május 1-én szembesítsem ezzel a hatalmat, hanem minden egyes nap a parlamentben és azon kívül is. Hogy minden nap a szemükben mondjam, hogy a munka elvesztette a becsületést. A becsületést. A becsületést. Hogy mi? A becsületést. Mi adtuk, de mi vissza fogjuk szerezni, hogy tudjuk és nem felejtjük. Magyarország soha nem lesz egyenlő a rongyrázó fideszes elittel, mert Magyarország mi is vagyunk. Inkább fogd be! És még az olvasás sem egy, te pecsenyefejű bolsevik. Képesek vagytok össze-vissza kamuzni, de ne felejtsük el, hogy te már 2004-ben csatlakoztál Gyurcsányhoz, amikor meg volt a pucs, és te lettél a munkaügyi államtitkár. Ugye ezt nem felejtik el az emberek, te független szakszervezeti. Most persze átléptél a DK-ba, micsoda meglepetés, de figyelj, mi a francnak beszéltek ti arról, hogy hogyan dolgozzák ki a lelküket az emberek? Ti soha nem tettétek meg. Főleg egy DK-sként, amikor milliárdos Gyurcsány altusz, Dobrev és a többi furkó ott nyomja, te odaállsz és síró hangon itt rinyálsz nekünk arról, hogy milyen az, amikor az ember annyit dolgozik, hogy a lelke is... Te! Hát látszik a kipihent arcodon, hogy te mit csináltál eddig életedben. Na mindegy, hagyjuk is, jöjjön Cseh Katka, aki nem unja meg a hazaárulást. Ebben a kérdésben teljesen egyértelmű az, hogy az Európai Unió destabilizációja a cél, és ebben Orbán Viktor gyakorlatilag asszisztál. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki küldte, honnan küldték, és miért küldték. Ő egy hazaáruló. Mostanában a választások utáni hetekben sokat beszéltünk arról, hogy az ellenzék egyszerűen eltűnt.
Nem lehet őket észrevenni se a közösségi oldalon, se sajtótájékoztatókon, amikor pedig találkozunk velük, akkor úgy járnak, mint múltkor Kerper, Frónius és Baranyi a fővárosi közgyűlésben. Szóval valahol érthető, hogy elbújnak. Na de itt van Cseh Katalin, a Momentum igazi hazaárulója, és sajnos tényleg ki lehet mondani ezt a szót, aki azért nem unja meg, hogy folytassa a hülyeségeit. Ugyan videókat ő sem tesz ki mostanában, de olyan képeket láthatunk tőle a közösségi oldalon, mint amit most mutatunk nektek. Na mit szóltok ehhez? Ugye mennyire jó? Ugye mennyire érthető? És mennyire igaz, valós? Az, amit múltkor is elmondtunk és felsoroltuk, még egyszer nem fogom megtenni, hogy az összes balos orgánumot elmondom nektek, ti is tudjátok, hogy itt vannak egymás hegyén hátán, szóval erről beszélnek, hogy nincsen sajtószabadság. Hát különben nem lökhetnék a hülyeségüket. Most ami a sajtórendszert illeti, az Magyarországon kétségkívül egy zsarnoki rendszer. Egy dolgot kéne elfogadni. Azt, hogy az embereket nem érdekli a hülyeségük. Az emberek döntöttek, mert hallották őket, és ez pont elég is volt nekik. Úgyhogy szevasz, Cseh Katalin, nyom tovább Brüsszelben a hazaárulást, rikácsoljál csak, hogy végre büntessék meg Magyarországot, mert mást nem tudsz tenni. Mit akarsz te a magyar néptől? Semmi mást nem csinálsz. Én egy kurva nagy hazáruló vagyok, azt hiszem most meg is ölem magam, mert hazáruló vagyok. Na de itt van a Jobbik, akik képesek akkora furkóságokat csinálni, hogy hát inkább megmutatjuk, jó? Kövér Lászlót megválasztották a házelnökének, és akkor az a szokás nyilván, hogy minden frakcióvezető oda megy és gratulál. Jakab Péter miért nem tette ezt? Lehet, hogy az én hibám, ott ülök Jakab Péter mögött, és kérdeztem tőle, hogy lenne lehetőség rá, mint általános frakcióvezető helyettes, hogy gratuláljak neki. Ő pedig azt mondta, hogy igen, menjek nyugodtan ki. Én úgy gondoltam, hogy ezt a kötelezettséget ezt én fogom tenni. Elég sunyi képe van. Az. Nem az volt, hogy Jakab Péter önt küldte, ahogy ez a sajtóban nem, megjelent? Én kértem, ott egyébként Z. Kárpád Dániel, aki tegnap itt volt, és önöknél szintén beszámolt ezzel a küldésről, ott ült, és én mondtam, hogy hát akkor én ezt csinálnám. Ne higgy annak, aki azt mondja, nem vagy rá képes. Milyen szófordulatok ezek? Én ezt csinálnám, mondja ez a remek ember, de ti hisztek neki? Az a helyzet, hogy nem csak mi vagyunk úgy, ahogy a kedves műsorvezető is, aki egyszerűen nem hiszi el ezt a hülyeséget, és hogy ha már Jakabról beszélünk, akkor mindjárt vele fogjuk folytatni, de hallgassuk tovább ezt a remek, hihetetlen, őrületesen finom kis eszmefuttatást. Furcsálom azt, hogy akkor ön kérte ezt, hogy gratulálhasson Kövér László, akkor folyamatosan itt van ez a vita a Jobbik és Kövér László között, akkor ön meg boldogan oda megy és gratulál. Azt nem mondom, hogy boldogan mentem oda, de a protokollális feladatoknak az, amit a tisztesség megkíván, hiszen mégiscsak a parlament megalakulása és annak a tisztségviselőnek a megalakulása az egy fontos protokollális esemény. Én úgy gondoltam, hogy ebben szívesen veszek így részt, és ezt megteszem. Ha van egy álmod, ne mondj le róla. Ha valaki nem tud valamit, azt szeretné, ha te se tudnád. Szóval te tisztességről beszélsz, Lukács elvtárs. Te, aki annak a Jobbiknak vagy az egyik vezetője, akik száraz tésztáznak, krumpliznak a parlamentben. Most pedig protokollról, meg tisztességről beszélsz. És inkább azt kéne majd talán kimagyarázni, hogy Jakab mester, az igazi furkó, hogy csinálta azt hullarészegel? Na itt a kert. Hogy közben az egyik pártársa meg akart erőszakolni valakit, aki állítólag Szilágyi Györgynek az élettársa, egy 20 éves nő. Egy jó, kedves, jobbikos vidéki bulin. Na ezekről kéne inkább beszélni, kedves, tisztességes jobbikosok. Szeretnélek közelebbről megismerni. Én is téged. Akkor leszopsz. Na de hagytunk nektek a végére egy kis remekséget, és ez nem más, mint Márki-Zay Péter, aki megint megvillant. És Ceausescu rendszerének a jövőjéről beszélt Ág Attila a riporterrel a Kossuth Rádióban, és az Ág Attila azt a kijelentést tette, hogy a Ceausescu rendszer az fél nap alatt fog összeomlani. És hát ezt a Gaspar Gaccio, hogy hát még a könnye is kicsordult, de azt mondta, hogy nyilvánvalóan nem hitték el, de ez teljesen lehetetlennek tűnt akkor, és aztán három hónap később tényleg fél nap alatt omlott össze a rendszer, a Ceausescu rendszer. Úgyhogy azt mondja, hogy hát ha valaki meg tudja mondani, akkor az Ág Attila lehet, hogy mikor ez még az Orbán rendszernek. Úgyhogy na jó, megkérdezem. Én melegében fölhívtam az Ág Attilát. Ág Attila, mondom, tanár úr, nekem tanszékvezető tanárom is volt annak idején, 25 évvel ezelőtt. Igen. Hello? Hello, hello? Na mi van? Valamit a büdös kurva anyádat, te vadbarom!
tanár úr, akkor válaszolj nekünk erre a kérdésre, és ő azt mondta tegnap a telefonban, hogy szerinte 2-3 év múlva valóban összedőlhet az Orbán rendszer. Na ez az, gyerekek, látjátok, nem kell sokat tenni, és tudunk mi mélyebbre is süllyedni a pelikán szájú Jakab Péternél, mert itt van Márki-Zay, aki megint hatalmasat villantott. Azért tényleg óriási dolog az, hogyha valaki egy ilyen fejjel Ceausescu hasonlatokat mond, hát az egy dolog, hogy néz ki, de hogy miket mond, az teljesen beteg. A másik meg, Ág Attila. Aki nem ismeri, akkor megmutatjuk ezt az embert. Na, ő egy igazi régi pártitkárfejű kommunista. Ez neki a nagy haverja. Ez ugye, aki régen tanította, na ilyen jobboldali Márki-Zay Péter. És olyan jobboldali, hogy mekkorákat röhincsél Bolgár Gyuri bácsival, de még egy picit mutatunk ebből, aztán leállunk, megígérem. Meg hát azért itt megszorításoktól kezdve minden lesz. A román minimálbér egyébként magasabb most, mint a magyar. A romániai utak is jó részt jobbak már. Ugye a Gasparik Attila Marosvásárhelyre idefele jövett a Sarkad környékűtek. Mondta, hogy hát az már Romániában sem látni szinte olyan rossz utat, mint ami nálunk van. Hát ez tök hülye, bazd meg! Fú, Petike, elfogyott a türelem, elfogyott a lendület. Hát ennyi hülyeséged, de tudod mit? Menjél szépen Ploiestibe, vagy Pitestibe, vagy Mamajába, vagy Konstancába, vagy akár Bukarestbe, húzzál innen a francba. Ha neked ott nagyon jó, akkor menjél a románokhoz, te leszel a csodafegyverünk. Nem kell más csinálnod, csak meg kell szólalnod, és néhány okosságot mondani azoknak az embereknek. Takarodj már innen, te pribék! Na de ezzel mi most lehúzzuk a rolót, ez volt már a karanténvlog, köszönjük, hogy minket néztetek, ne felejtsétek el, hogy jövő pénteken is érkezünk, és azt se felejtsétek el, hogy aki még nem iratkozott fel a YouTube csatornánkra, az keresse a karanténvlogot, és ott nyomjon ránk egy pipát. Ma este pedig ne felejtsétek el, hogy 8 órakor a Pesti TV-n itt lesz a műsor is, ahol Nagy István, volt fideszes újpesti alpolgármester lesz a vendégünk, akivel többek között megbeszéljük ezeket a furkóságokat is, és egy-két helyi témát is. Tartsatok velünk, jövő héten pedig újra találkozunk. Sziasztok!